Ez melyik a veszély? A papír. Igen. Nagyszabású családi rendezvények, a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő akciók, mozgalmas és sikeres évet zárt idén az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A mi sikerünket abban lehet mérni, hogy a hulladék sehol nem maradt ott, minden gyűjtési napon a cég ellátta a feladatát, a hulladékot összeszedtük, elszállítottuk, kezeltük. Ezen túlmenően úgymond, ami a napi valós feladatunk, számos akciót végeztünk ebbe az évben, így például a nyíregyháziak emlékezhetnek rá, volt szelektív szombat, volt iskola táska gyűjtési akciónk, illetve a két hulladékudvarunkban a hulladékért virágakció, továbbá a kerékutcai hulladékudvarban egyre nagyobb sikerrel működik az újrahasználati központ is. Mindezek alapján én úgy gondolom, hogy egy sikeres évet zárhatunk. Jelentős fejlesztéseket 2022-ben nem végzett a cég. 2023-ban azonban több milliárdos beruházások kezdődnek. Hulladékszállítók beszerzésére hozzávetőleg 2 milliárd forintot fordít majd a társaság tulajdonosa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás. 2022-ben jelentősebb infrastruktúra fejlesztést nem végeztünk, illetve telephelyeinken belül csináltunk műhelyfejlesztést, irodaházba kisebb felújításokat. 23-ba várunk 8 darab új hulladékgyűjtőautót, ezek a megye több pontján fognak szolgálatot teljesíteni, illetve 23-as évben indítjuk el, esetleg 23 év végéig vagy 24-ben lesz belőle reális beszerzés, még 19 darab új kukásautót szeretnénk beszerezni, illetve nem is mi, hanem a társaság tulajdonosa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás. A járművek beszerzése mellett 2023-ban közel 5 milliárd forintos állami és uniós forrásból a szelektív hulladék kiválogatását végző rendszert is telepítenek majd. Nyíregyházán van folyamatban a szelektív hulladékok válogatását biztosító csarnoknak, illetve technológiának a bővítése. Jövő év augusztusáig ez el is készül, és a legmodernebb technológia szerinti úgynevezett optikai válogatók segítik majd a hulladék megfelelő anyagfajtánkénti kiválogatását. Ami azt jelenti, hogy a szelektív hulladékból emberi kéz érintése nélkül választja ki az a gép a különböző frakciókat, papírt, PET-et, HDPE-t, a különböző műanyag frakciókat. Megyénkben negyed évente 175 ezer ügyfélnek számláz a társaság. A szolgáltatás díja központilag szabályozott, amely az eddigi információk alapján 2023-ban sem változik. Ez azt jelenti, hogy 2012 óta változatlan áron juthat a lakosság a hulladék közszolgáltatáshoz.